Őként a helyi önkormányzatok részesültek támogatásban, de oktatási és tudományos intézmények, fejlesztési ügynökségek, üzleti inkubátorok és egyéb intézmények is. A jóváhagyott projektumokat főként a kultúra, az egészségügy és az infrastruktúra területén valósítják meg. Az egyik projektum az árvízvédelemre vonatkozik. Ennek keretében a bajai önkormányzattal együttműködve építünk ki egy védelmi rendszert, és beszerezzük a nyári töltések karbantartásához szükséges felszerelést is. A másik projektum a Sóskopó természetvédelmi terület infrastruktúrájának a fejlesztését öleli fel. A COSME 2, amelyre most kértük a segélyt, és amelyre kaptunk segélyt, ez arról szól, hogy a klaszterek nemzetközi hálózatépítését fejlesszük. Ami azt jelenti, hogy a COSME 1-ben 5 ország vett részt, 5 országból egy-egy klaszter, most a COSME 2-ben ezt bővíteni kell közel, közép és távol keleti országokra, ami azt jelenti, hogy el fogunk jutni majd Jordánba, Izraelbe, és az ottani klaszterekkel fogunk kapcsolatot teremteni. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy a pénzügyi titkárságnak ez a segélye annyira kulcsfontosságú volt, hogy enélkül megbénult volna a klaszterek élete. Összesen 64 szerződést adtak át. Idén még egy pályázatot hirdettek meg, amelyen további 100 millió dinárt osztanak majd ki. Ez az összeg azonban még mindig kevesebb a vártnál, hangzott el. Az érdekeltek nagyon aktívak voltak a juttatások kérvényezésében, összesen 260 millió dinárt igényeltek. Valószínűleg lesznek olyanok is, akik támogatás nélkül maradnak, de igyekszünk mindenkinek segíteni a lehetőségeinkhez mérten. Ez a program 2012-ben vette kezdetét, akkor még csak 20 millió dináros támogatással. Tavaly ennek a tízszeresét osztották szét a kérvényezők között, és idénre is ekkora összeget láttak elő.